a orfacsaró bűz keseríti meg a hatthoni lakosok életét, de tegnapi napon egy kisebb környezetvédelmi katasztrófa történt, amikor itt a zajtározó telepről kiömlött ez a trutyi, ami egyébként elviselhetetlen szagú, és így konkrét környezetszennyezés történt. Látható, hogy ez az olajos iszap itt egy körülbelül 100 négyzetméteren, 200 négyzetméteren mindent ellep. Ezt tudni kell, hogy itt vagyunk a 60 folyójától, az Agyvától 50 méterre, tehát eléggé erősen kockázatot jelent ez a helyi ivóvíz bázisa is. Norbert, aki a Heves megyei, Tóth Norbert, aki Heves megyei elnökség, LMP elnökségnek a tagja, maga is elszenvedője ennek a bűznek. Mióta tart ez a bűz, Norbert? Évek óta érezzük a bűzt, de idén vált igazán intenzívvé. Ezt szinte minden reggel és minden este lehet érezni. Itt Nagygomboson, ami 60-nak egy külső kerülete, itt viszont szinte egész nap lehet érezni, mert itt élnek a közvetlen közelében ennek a szennyvízi szaplerakónak, illetve hát nem csak szennyvízet raknak le, szennyvízi szapot raknak le, hanem ezt az olajos szennyezőanyagot is, ilyen tavacskákba tárolják, és ez jutott ki ide most. Bocs, mindjárt elhányom magam a szaktól, de egyébként mit tettetek eddig az ügyben? Próbáltuk folyamatosan nyilvánosságban tartani ezt az ügyet. Onnantól nyilván, amikor lehetett érezni, hogy itt már ezzel a mindennapjainkat keseríti meg. Illetve Ungár Péter felszólalt az országgyűlésben, ennek a interpellációnak a nyomán derült ki, hogy a környezetvédelmi hatóságnak hozott egy határozatot, a vizsgálat is hozott egy határozatot, hogy cselekedjen a cég, de ezt a cég megfelelődte, és azóta se történik semmi. De ugye akkor a miniszter azt válaszolt, hogy augusztus 15-ig rendezik a helyzetet. Július 15-ig kellett volna, ezt egy olyan cselekvési tervet letenni a cégnek, ami felszámolja azokat a szabálytalanságokat, amiket művel, és ezt megfelebezte, így aztán húzhatja az időt, ki tudja meddig. De ezt annak köszönhetjük, hogy a Fidesz kiherélte a környezetvédelmi intézményrendszert sok más demokratikus intézményrendszerrel együtt, hiszen azért itt volt Magyarországon egy környezetvédelmi hatóság, ami működött valaha. De pontosan, tehát egyrészt tehát több lépcsőben történt a környezetvédelmi hatóságnak a felszámol, vagyis hát ellehetetlenítése, egyrészt amikor lecserélték az igazgatóját egy képesítés nélküli emberkér, mármint egy olyan, aki nem szakember ennek az egésznek, tehát egy fideszni. És akkor a következő lépésben megberakták a kormányhivatalok alá, tehát gyakorlatilag megszüntették a környezetvédelmi hatóságot, nyilván el is vettek tőle eszközöket. És ennek folyamánya az, hogy gyakorlatilag nem tudja folyamatosan ellenőrizni ezeket a cégeket a környezetvédelmi hatóság, és csak akkor kezd bármilyen cselekvésbe, amikor már megtörtént a baj, mint azt itt is látjuk. Pedig hát a megelőzés volna az egyetlen lehetőség az ügyben. Hát igen, és akkor ráadásul meg kiad egy határozatot, hogy cselekedjen valamit a cég, és nem az, hogy azt mondja, hogy hát, hogy itt eleve szabálysértés történik, szabálytalanságok történnek, amik súlyos következménnyel járhatnak, akkor eleve fel kéne függesztetni a tevékenységet, és miután már cselekedett valamit, akkor utána azt mondani, hogy na jó, hát akkor látjuk, hogy rendesen működsz, akkor most már visszaadjuk az engedélyedet, de hát, hogy így, hogy hát, hogy akkor cselekedjél valamit, vagy te rakjál egy tervet, hogy mit fogsz csinálni, és akkor nem csinál a cég semmit, mert egyszerűen megfelebezi, és akkor utána az egyre súlyosabb szennyezések jönnek, mert most már akkor nyilvánvaló, hogy nem csak a bűz jön, és most itt látjuk, hogy előjött ez az olajos iszap, ez ki tudja, hogy a talajban mennyire szivárgott be, ha nem eleve onnan jött elő, tehát, hogy De már ennek a cégnek egyszer elvették a környezetvédelmi engedélyt. Igen, vagy egy, nem tudom pontosan, de egy kb. Egy évtizeddel történt már egy bírósági határozat, amin folyton elvették, és utána nem sokkal utána visszakapták. Az számomra én próbáltam végigolvasni ezeket egyrészt az újságcikkeket is, meg amik ilyen határozatok voltak, számomra igazából nem derült ki, hogy aztán miért kapta vissza a cég pontosan. Van ez a pénz? Valószínűleg igen. Tehát itt az is látszik, hogy ráadásul ez amikor 90-es évek elején, tehát nem tudom, 91-92-ben kezdte itt a cég a működését, akkor itt arra jött létre, hogy ezt a pernyehányót, ami
ami ide volt egy erőmű, aminek a salakját rakták le, ide azt rekultiválja. De most az, hogy egy olajos iszapot rakok le, az nem biztos, hogy az a rekultiválásnak a bármelyik lépcsőfokán az így megállná a helyét, tehát itt való átment egy ilyen szennyvíz, vagy szennyezőanyag lerakó telepbe, és gyakran olyan veszélyes hulladékokat tároltak, vagy tárolnak akár, amiknek nem felel meg ez a tározó, nem erre lett építve. De ugye akkor nézzük a kronológiáját az elmúlt egy évnek, hogy elviselhetetlen volt a bűz, a helyiek tiltakoztak, volt egy helyi szinten nagyobbnak nevezhető tüntetés, utána az LMP felszólalt a parlamentben, és az önkormányzat tett valamit? Az önkormányzat, hát nyilván egyrészt ők is szóltak a környezetvédelmi hatóságnak, ennek folytán kezdett el vizsgálódni a környezetvédelmi hatóság, illetve kiraktak bűzcsapdákat, amikkel azt próbálják bizonyítani, hogy innen jön a bűz. Most ezt a környezetvédelmi hatóság eleve megállapította, tehát a határozatában benne van, hogy ők megállapították, hogy innen jön a bűz. Tehát, hogy ennek így különösebb hasznát nem látom. Itt egyszerűen fel kéne függeszteni a cégnek a tevékenységét, amíg nem tényleg egy olyan cselekvési tervet nem rak le, és nem kezd az szerint működni, ami egyrészt azt a mennyiségű szennyezőanyagot rakják le, amit kezelhető, csökkentik a bűzkibocsátó felületet folyamatosan aktívan, nem úgy, mint most, és valóban kezelik ezt a szennyvízi szapot, nem csak így egyszerűen lerakják. Továbbá, hogy tényleg csak azokat az anyagokat tárolják, amikre engedélyük van. És mit lehet tenni, hogyha a kormányzat nem lép, mert neki fontosabb a profit, mint a 60-i lakók életminősége? Hát szerintem ezután, hogy itt ilyen nyilvánvaló környezetszennyezés történt, ezek után már tényleg megtelti azt a lakosság, illetve a mindenféle társadalmi szervezetek ebben közreműködhetnek, akár civil szervezetek, akár pártok is, hogy itt valódi polgári engedetlenségbe kell kezdeni. Tehát az LMP csinált már odaláncós történeteket, itt szerintem lassan ezt most már itt van az ideje, hogy ez megtörténjen, hogyha itt nem látjuk, hogy a következő napokban valódi cselekvés történik. Remélem akkor vették az adást a kormányzatnál és a környezetvédelmi hatóságnál, hogyha ők nem fognak cselekedni, akkor az LMP a radikális megoldások útjára lép, hiszen itt 60-ban és környékén több tízezer ember élhetetlen helyen kell, hogy éljen, illetve az ő vízbázisuk és erős kockázatnak lett kitéve. Most ezt az anyagot, amit itt mintaként vettünk, eljutatom civil szakemberekhez, hogy ők állapítsák meg, hogy pontosan miből is áll, és abból következtetni lehet arra, hogy valóban milyen súlyos törvény és szabályszegéseket visz végbe ez a cég, de ez nem tartható, hogy a cégek szabadon termelhetik a profitot, miközben a környezetet pedig szétszennyezik, és annak a kárát pedig a közpénzből az adófizetőknek kell állnia.